Sziasztok, én Baska vagyok. Az elmúlt években hozzászokhattatok ahhoz, hogy időről időre feltűnnek a csatornán érdekes interjúalanyok. Járt már nálam Szujó Zoltán, Dávid Kornél, az elmúlt hónapokban Hanga Ádám és Maronka Zsombor, de beszélgettem például Turán Eszter filmrendezővel, vagy Pap Emesével, aki a Space Jam utómunkáján dolgozott. Most az az ember következik, akinél szerintem Magyarországon most senki, és ebbe beleértem Kornélt is, remélem, hogy nem sértődik meg, nincs közelebb az NBA ütőeréhez, ő pedig Bench Dávid. Dávidról egy tweetben hallottam, és ne haragudjon, hogy aki annó megírta, most nem emlékszem a nevére, hogy tudok-e arról, hogy az Orlando Magic elemzési igazgatója egy magyar fiú. És fogalmam sem volt róla, felmentem a LinkedIn-re. Ugye ismerünk magyar nevű NBA-ben dolgozó szakembert, Jesse Szűcs, úgyhogy nem voltam benne biztos, hogy Bench Dávid valóban magyar, de a LinkedIn profil segített, hiszen Pécsen járt egyetemre, és nagyon nagy hálával tartozom Rényi Balázsnak, hogy összetudta hozni a randevút, mert Dávid nem nagyon használja a Facebookját, így aztán e-mailen kellett összekötnie minket. Ez volt a lassú rész, aztán Dávid borzalmasan készséges volt, végig kellett mennünk az ilyenkor szokásos procedúrán, hova szeretném használni, miket szeretnék kérdezni, ezt jóvá kellett hagynia a feletteseivel, de hát az volt a jó, hogy mivel az Orlando Magicnél rajta kívül senki nem tud magyarul, neki kellett jóvá hagyni az interjúját is, és néhány hónapja beszélgettem vele, azt képzeljétek el, eléggé el nem ítélhető módon ült nálam, porosodott nálam ez az anyag, egyszerűen nem értem körbe, ugye interjú, zoomos, szarul néz ki, két ember beszélget, ráadásul Dávidot nem akartam nagyon terrorizálni, hogy akkor tegye följebb a kamerát, ide nézzen, oda nézzen, a megfelelő fényviszonyokért küzdöttünk egy picit, tegyek-e mögé vágóképet, ne tegyek, és aztán végül egy picit összevágtam, de tényleg csak nagyon picit kevés dolog maradt ki belőle, de igazából ez egy videós podcast lesz a következő, nagyjából 45 perc. Ami pontosan emiatt, mivel ez egy videós podcast, podcastként is elérhetővé teszem, majd a reggeli pipa feedjében kell keresni Spotify-on, Apple Podcast-en, Google-on, bárhol, de, és ez most itt a reklámhelye, az én patronusaim ezt hónapok óta elérhetik ezt az interjút, vágatlanul, gyakorlatilag az interjú még azon a napon, azon az este feltöltöttem, van már a Patreon only feeden több száz megtekintés, mert nagyon jó visszhangja volt. Nem nagyon volt ennél szakmaibb beszélgetés még a csatornán, de szerintem nem is nagyon készült még Magyarországon ilyen mély interjú, egy ilyen érdekes karrierről, egy ilyen érdekes szakmáról, aminek a végeredményét nap mint nap látjuk a parkettán, de hogy a háttérben mi zajlik, abban majd Dávid segít nekünk eligazodni. Én köszönöm szépen, hogy itt vagytok velem, köszi a bevezetőt, és most jöjjön az interjú Bench Dáviddal. Szia Dávid, és nagyon köszönöm, hogy időt szánsz rám innen Orlandóból. Az első kérdésem arra vonatkozna, hogy mennyire volt véletlen, vagy épp ellenkezőleg mennyire volt tudatos nálad, hogy külföldön építettél karriert? Mindenképpen tudatos volt, de természetesen, mint az emberek többségének az élete, véletlenek mindenképpen belejátszottak. Én gyerekkorom óta követtem az NBA-t, nagyon szerettem, még akkor, amikor Magyarországon nem nagyon volt közvetítés, próbáltam a teletexten megnézni, hogy mik lettek az eredmények, meg ilyesmi, a 90-es évek elején, közepén. Úgyhogy azóta figyeltem, úgyhogy nagyon szerettem, úgyhogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ez lett a karrierem. Ugye rögtön a mesterszak után, amit még Magyarországon végeztél, a LinkedIn-edről puskázok, kimentél Amerikába NBA-zni, és az én feleségemnek is van NBA-je, és amikor beszélgettünk még régebben erről, akkor azt mondta, hogy az általában úgy szokott jönni az ember életében, hogy elvégzi az egyetemet, a főiskolát, elmegy dolgozni néhány év vezetőként, és amikor látszik, hogy ebben van fantázia, akkor szokott általában neki menni az NBA-nek, hogy szintet léphessen. Te egyből beleugrottál ebbe a sztoriba, és ráadásul ugye Sports Administration volt a szakod, vagy a szakirányod, de egyik kérdésem az arra vonatkozik, hogy miért érezted ennyire fontosnak, hogy rögtön menjél tovább az NBA-re, illetve részben már válaszoltál az előző kérdésben, de hogy akkor már
a megálmodott karrier az valamilyen szempontból a sporthoz, vagy már akkor is a sporton belül is a kosárlabdához kötött volna? Tehát, hogy miért feküdtél rá annyira gyorsan az NBA-re, és akkor is már az NBA volt-e a cél? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és teljesen egyetértek. Ez általában úgy szokott lenni, hogy valamennyi munkatapasztalata után szereznek az emberek MBA diplomát. Az az igazság, hogy én ezen nem annyira gondolkodtam még akkor, vagy nem is tudtam, hogy ez hogy működik, így visszagondolva egy jó pár évvel nagyon keveset tudtam akkor arról, hogy működik a világ. Az egyik fő oka az volt, hogy az Ohio Egyetemet választottam, hogy nekik van az egyik legrégebbi, ha nem a legrégebbi sportmenedzsment képzésük, és akkor is gondolkodtam ezen, hogy jaj, de jó lenne tudod az NBA-ben dolgozni, vagy ilyes, vagy bármilyen sportban, és úgy gondoltam, hogy az egy jó lehetőséget ad, és ami ugye egy nagy szerencse, hogy én a Pécsi Közgázra jártam, és a Pécsi Közgáznak volt egy ilyen testvériskola kapcsolata az Ohio University-vel, ahol az MBA-met szereztem, és így könnyebb volt bekerülni, ösztöndíjat kapni, stb. Befejezed az NBA-t, utána megint csak a LinkedIn-edről lesek, hogy nem rögtön sportterületen helyezkedtél el, és akkor ilyenkor úgy nézett ki, hogy minden nap bújtad a 30 csapatnak a careers oldalát, hogy hol bukkan fel olyan lehetőség, amire rámehetnél? Hát nem teljesen. A program, amit csináltam, az 2 éves volt, és a 2 év között egy marketing kutató cégnél dolgoztam, akik sportcsapatoknak csináltak marketing kutatást, főleg a nézők viselkedéséről, preferenciáiról, stb. És akkor az alatt az internship alatt, amit csináltam, úgy éreztem, hogy azokat a dolgokat, amikor a csapatok akkor, ez tizen jó pár éve történt, csinálnak, az nagyon egyszerű, nagyon mi a legjobb szó rá? Tehát nagyon, nagyon nyilvánvaló analízis volt, és én valami érdekesebbet, jobbat akartam csinálni. Úgyhogy a következő, miután akkor befejeztem, a következő évet csak arra fordítottam, hogy próbáljam ezeket a különböző technikai dolgokat megtanulni, különböző elemzési technikákat, különböző modellezési technikákat, hogyan működnek adatbázisok jobban, hogy jobban értsem azt, hogy működik. Úgyhogy ez volt a fő oka annak, hogy egy másik marketing kutató cégnél dolgoztam, aki a Procter & Gamble-nek csinált marketing és termékkutatásokat, és itt gondoltam azt, hogy a technikai képességeimet tudom fejleszteni olyan szempontból, hogy utána tényleg sikeres legyen a csapatoknak segíteni. És akkor hogyan kerültél az Orlando Magichez? Hát nagyon nagy szerencse, jelentkeztem egy álláshirdetésre, és megkaptam azt az állást végül is, amivel kezdtem. A Magicnek, meg a csapatok többsége úgy van felépítve, hogy két fő, valamennyire különálló részleg, vagy divíziója van. Az egyik a business side, ami akármilyen másik business a bevétel generációjával foglalkozik. Itt ilyen jegyeladás, szponzor értékesítés, ilyesmi van, és van maga a sportolda. Ez az első munkám az a biznisz oldalon történt, és egy új divíziót alapítottunk ott bent, úgy hívták ezt, hogy üzleti stratégia, és különböző elemzéseket csináltunk jegyeladásról, jegyárról, yield management, különböző nézők értékelése, különböző modellezések, akkor így kezdődött, és akkor onnan utána folytattuk tovább, hogy a kosárlabda projekteket is kezdtünk csinálni.
Megint csak a LinkedIn accountról lesek, majd akit érdekel, belinkelem a leírásba, ha meg szeretnétek nézni Dávid pályafutását. Ez egy nagyon szép karrierív, 11 éve vagy az Orlando Magicnél, hol másfél év, hol rövidebb idő, mint egy év, így szépen lépegettél előre, 11 év alatt a LinkedIn alapján az ötödik pozinál tartasz, hogy most ez a Head of Analytics, ez a pozíciódnak a neve. Van ennél feljebb neked a Magicnél, vagy ebben a szervezetben, ezen a területen feljutottál a csúcsra? Ez egy nagyon jó kérdés. Megmondom, őszintén nem igazán gondolkozom ezen. Sokkal fontosabb, hogy amit csinálok minden napokban, azzal jól érezzem magam, úgy érezzem, hogy vannak kihívások, vannak lehetőségek, hogy az, amit csinálunk, számít a végső döntésekben, és amíg ezzel elégedett vagyok, meg amíg úgy gondolom, hogy jó munkát tudunk végezni, addig ezek az előrelépések maguktól így organikusan történnek. Picit diplomatikus, de jó válasz. A kollégáid közül, és most már egy picit térjünk át a mostani pozíciódra, van olyan, aki egyébként nem úgy nőtt föl, mint te, hogy az NBA-t lélegezte be magával, értelemszerűen gondolom alapvetően inkább tengeren túli kollégáid vannak. Tehát lehet valaki azon a területen, konkrétan az Orlando Magicnél, vagy konkrétan egy NBA csapatnál jó, hasznos, megbecsült, értékes tagja a csapatnak, ha egyébként nem NBA fanatikus, hanem érti a kosárlabdát? Szerintem nehéz. Vannak különböző olyan pozíciók, ahol lehet, hogy talán kevésbé értenek a kosárlabdához, és mégis fontos, és sikeresek tudnak lenni. Én nagyon kevéssel találkoztam. Tudod, egy-két olyan, ami, mit tudom, ilyen IT, vagy finance, vagy ilyesmi, ott előfordul talán, tudod, annyira, tehát mindenkinek a, nem azt mondom, hogy a vérében van, de mindenkinek nagyon fontos az, hogy hogyan teljesít a csapat, úgyhogy szerintem, ha még úgy is kezdenek, hogy nincsenek oda a kosárlabdáért, csak annyira mindennapok része, hogy mindenki fanatikussá válik. Hogyan néz ki jelenleg az a csapat, amit vezetsz, hány főből áll, és ami még fontosabb, hogy milyen projekteket visztek folyamatosan, illetve periódikusan? Az én csapatom az úgy hívják, hogy Basketball Analytics, az egyik nagyobbak közé számít az NBA-ben, mi azt hiszem, hogy 8-an vagy 9-en vagyunk összesen, és a mi feladatunk az, hogy a basketball oldalon, a kosárlabda oldalon a döntéshozóknak segítsünk abban, hogy jobb döntéseket hozzanak végül is. Milyen projekteken dolgozunk, ez ciklikus, és mindenkinek a szerepétől is függ. Vannak olyanok, akik a research vagy kutatás részen vannak nálunk, ők sokkal jobban hosszú távú projekteken dolgoznak, nagyobb modelleken, stb. Vannak olyanok, akik direkt dolgoznak az edzői stábbal, az ő projektjeik sokkal rövidebbek, sokkal jobban szükség van arra, hogy hamar tudjanak különböző insight-okat. Mi az, hogy insight? Magyarul is insight-nak hívjuk. Akkor tökéletes hozni az emberekre. Hagyj szakítsalak félbe, csak hogy mivel én se tudom elképzelni, lehet, hogy a nézőset, hogy mondasz egy tipikus, ilyen rövid távú projektet, amit mondjuk egy edzővel dolgozni kell? Hogy ez mi lehet egy ilyen, és lehet gyakorlati példa, ami mondjuk elhangozhat itt? Például minden meccsre különböző stratégiák vannak, ahhoz képest, hogy ki az ellenfél. És
és ne haragudj, most elnézést kérek mindenkitől itt, egy csomó dolog van, amit én soha nem tudtam magyarul, úgyhogy hogy egy kicsit így érzem, hogy megbotlok a szavakkal. Ne izzadj ezen, mert hogy nálunk azért a rajongók jelentős része ezzel küzd. Én próbálok ellene harcolni a saját eszközeimmel, de neked minden megvan, bocsánat, hogy ahogy esik, úgy mondjad, aztán majd, hogyha van egyértelmű magyar megfelelője, akkor majd úgy is mondom. Mondjad, ahogy jól esik. Tökéletes. Tehát például az, hogy a következő ellenfél ellen milyen coverage-ok legyenek bent. Tehát, hogy a pick and roll-ba, hogy drop-ba legyünk, vagy up to touch, vagy mikor hedge-elünk, meg minden, ennek egy csomó analitikai alapja van ahhoz képest, hogy ők mit csináltak ellene, a mi játékosaink mit képesek csinálni, stb. Úgyhogy ezek ilyen napi szinten különböző kis analízisek, és persze, hogy amikor a playoff-ba kerülünk, akkor ezek meg sokkal mélyebb szintre mennek. Milyen nagyon jó az, hogy ezt pont hoztad példának, mert ami érdekelne, hogy milyen forrásokból dolgoztok. Ugye van egy csomó, amiről én inkább csak hallok, volt egy-kettő, amihez volt szerencsém ideig hozzáférni, például a Synergy-ből lett talán a Second Spectrum később, de lehet, hogy az két külön cég, azt egy időben megnyitották előfizetés ellenében, és akkor előfizettem rá, de hogy vannak, gondolom, ilyen publikusan hozzáférhető előfizetéses eszközök, de vannak olyan saját adatgyűjtési projektjeitek is, ami mondjuk másnak nincsen és versenyelőnyt jelenthet, vagy alapvetően inkább az a jellemző, hogy a 30 csapat az nagyjából ugyanabból a big data halomból próbál okosabb lenni. Én úgy gondolom, hogy a csapatok többsége ugyanabból az adatból próbál az esetek nagy többségében jobb insightokat találni, és jobban feldolgozni, és maga az analízis is versenyelőnyt jelenthet. Ugyanakkor tudom, hogy mi, meg gondolom, hogy másik csapatoknak is vannak dolgok, amiket mi különböző féleképpen generálunk adatot róla, amiből utána előnyt lehet találni, de ez egy nagyon kis része annak, ami azon kívül, tehát nekünk egy hatalmas adatbázisunk van, ami a saját generált adat. Ebbe értelemszerűen nem kérdezek jobban bele, de abban segítesz, hogy egyébként a közös massza az hogyan, meg milyen forrásokból néz ki? Én azt hiszem, hogy nekünk 18 vagy 20 adat bázisra van előfizetésünk, ami ilyen különböző dolgok. Tehát van, amit direkt kapunk az NBA-től, amit mindenki ismer, a szokásos box score, play-by-play, stb. Vagy akár a játékosoknak a szerződési adatai, ilyesmik. Ez mind az NBA-től jön direkt egy különböző formátumokban. És akkor utána vannak különböző előfizetések, amiket gondolom minden csapat csinál, vagy hasonlóakat. A legnagyobb, vagy a legfontosabb, amit sokan használunk, az a Second Spectrum, amit te is említettél. Minden NBA arénában vannak ezek a mozgáskövető kamerák, amik az XY koordinátáit adják a játékosoknak, és az XYZ koordinátáját a labdának 25-ször másodpercenként. Ugye ez egy hatalmas adathalmaz, ebből nagyon sok, nagyon érdekes dolgot lehet csinálni. Úgyhogy ez az egyik, ami van nekünk. És erre gondolom vannak vásárolható vizualizációs megoldások is, meg van, aki saját maga is fejleszt rá, hogy ebből hogyan nyered ki az adatot. Igen, mind a kettő. Sőt, egy csomószor előfordul, hogy új cégek próbálnak bejönni, és különböző analízist csinálni a Second Spectrum adaton, hogyha valahogy van hozzáférésük, vagy ilyesmi. Ezen kívül mondtad a Synergy-t, az is létezik, ahhoz is van hozzáférésünk, és akkor utána elkezdjük a másik ligákat a draftra készülés szempontjából, vagy a nemzetközi free agentek, vagy ilyesmi, és akkor arról is egy csomó adat áll rendelkezésünkre. Egy kérdésemet megelőzted, mert lett volna egy olyan, ahol azt kérdeztem volna meg, hogy mennyire csak a csapatra fókuszáltok, vagy mennyire van ez az üzleti elemzés, bevétel, kiadás, jegyárak alakulása, szurkolók bevonódása, de akkor erre van egy
másik csapat, egy másik divízió, ti csak a sportszakmai részt toljátok, ez nekem még különösebben izgalmas. Ugye azt mondtad, hogy az edzői stábnak készítetek különböző elemzéseket, akár rövid távra, akár hosszú távra. Jól gondolom-e azt, hogy a másik két fő nagy projekt, az egyrészt a front office-nak szól az esetleges ilyen csapat mozgások támogatásához, segítéséhez, előrejelzésekhez, illetve a scoutingot segíti a draft előtt? Én azt majdnem, hogy egy dolognak nevezném. Nálunk a front office az az egyik ilyen másik divízió, akivel napi kapcsolatban vagyunk, ahogy mondtad, draft, free agency, trades, ezek a dolgok azok, amikkel sokat dolgozunk. És a harmadik, ami lehet, hogy valamennyire egyedi nálunk a másik csapatoknál, nem tudom, hogy így van-e, mi nagyon szorosan dolgozunk, van egy úgynevezett high performance csapatunk, amiben benne van az erőnléti edzés, a különböző regenerációk, a táplálkozási szakértő, stb. És ugye abból is egy csomó adat keletkezik, úgyhogy mi csapatunk őket is segíti. Amennyire publikus elmondod, nekem erről jut eszembe, hogy milyen a Magicnél ez a variable policy, tehát hogy a játékosoknak, amikor nem mérkőzésen vannak, hanem edzésen, és akár kondi, akár labdás edzésnél, bár tudom, hogy ebben a szezonban azért ez ritka lehet, mint a fehér holló, de hogy olyankor opcionális, vagy kötelezitek őket arra, hogy legyen rajtuk valamilyen ilyen variable adatfelvételi eszköz? Mi ez? A Players Union? Az micsoda? Játékos szakszervezet. A játékosok szakszervezete, köszönöm. És az NBA között van egy megállapodás, hogy nem kötelezhetünk senkit arra, hogy olyan dolgokat csináljanak, amit nem akarnak. Ennek ellenére mi ösztönözni szoktuk a játékosunkat és a játékosainkat, és olyan nagyon nagy problémák eddig nem voltak azzal. Hogy áll az analitika a sérülés megelőzés tekintetében? Ugye ebben a szezonban ez egy, hát erről is külön statisztikák készülnek, hogy ez a szezon ez most jobban sújtja a csapatokat a különböző anomáliával, mint egy átlagos szezon, vagy nem, de hogy én olvastam korábban erről cikkeket, hogy amikor azt olvassátok ki az aratokból, hogy a negyedik negyedben romlanak a reakcióidők, laposodnak a dobások, abból már lehet feltételezni, hogy itt már valami nem stimmel, de értelemszerűen az ember, tudod, nem akar farkast kiáltani minden ilyen esetnél. Szóval van esetleg ilyen típusú elvárás a szakvezetés részéről, hogy legyen valamiféle sérülés előrejelzési modelletek is? Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó, hogy felhoztad. Hát szerintem mindenki ezzel próbálkozik, és nem tudom, hogy van erre olyan megoldás, ami elfogadható minőségű bárhol. Én még sehol nem láttam. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem próbálkozunk, és nem próbálunk különböző dolgokat, amik segítenek abban, hogy megelőzzük a játékosokat, vagy hogyha sérültek, akkor előbb térjenek vissza. Tehát azt gondolom, hogy azokban jók vagyunk, hogyha arról beszélünk, hogy sérülés előrejelzés, az egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Ugye arról beszélünk, hogy milyen sok sérülés van, de azért az igazság az, hogy ezek a sérülések szerencsére azért ritkán. Tehát történik, nem tudom, 5 ACL szakadás egy évben, az nagyon kicsi, és hogyha az alapján te meg tudod jósolni, hogy mikor lesz ilyesmi, ez nagyon nehéz. Ilyenekben tudunk segíteni, hogy akinek voltak sérülései, ők utána hány meccsen lesznek, hány meccsre tervezhettünk arra, hogy játszanak meg ilyesmi, ilyen dolgokkal, hogy sérüléseket előrejelezni, én azt még nem látom, hogy bárki is tudná csinálni, úgyhogy ha valakinek van ilyen megoldása, nagyon, nagyon szívesen veszünk. Ugye az Orlando Magicnek speciális ez a szezonja, mert most nézőpont kérdése és értelemszerűen egy pici rószt van benne, hogy mennyire volt késői, korai vagy pont időben az, hogy a csapatot szétrobbantottátok az idei évben. Abban tudsz-e nekem segíteni, hogy amikor meghoztátok ezeket a döntéseket, hogy gyakorlatilag a legjobb pontszerzők oroszlán részét elengedtétek, és tényleg új alapokra helyezitek a csapatot,
akkor ebben az esetben nektek volt az azt megelőző időszakban konkrétan ezekre a játékosokra például forecast, hogy mit várhatunk még tőle, tehát vannak nektek ilyen típusú megkereséseitek is, hogy az adott játékosban mit láttok még, hogyan láttok még, bedobják-e nektek azokat a neveket, akiket egyébként fönt vannak a radaron, hogy kérjenek tőletek több adatot, tehát ti mondjuk előfordul, hogy előbb tudtok egy potenciális célpontokról, mint a közvélemény. Tehát konkrétan, amikor volt ez a nagyon turbulens, nagyjából egy hét, akkor ilyenkor van idő arra, hogy titeket bevonjanak, vagy ilyenkor ti is együtt ültök a buszon, és mi együtt tudjátok meg a közvéleménnyel, hogy mi történik? Hogy válaszoljak erre, hogy mondjak valamit, és mégis diplomatikus maradjak, nagyon jó kérdés. Tudunk, persze, hogy tudunk róla. Tehát azt nem tudom, hogy tudjátok-e, vagy a nézők tudják-e, hogy ezek a döntések nem egy héten születnek meg. Tehát ez nagyon hosszú idő, nagyon sok tervezés megy abba, hogy főleg amikor valaki egy ilyen nagy döntést hoz, hogy teljesen más irányba viszi a csapatot, ezek a beszélgetések, ezek az analízisek hónapokkal előtte kezdődnek, vagy akár még hosszabb idővel előtte. Úgyhogy természetesen tudunk róla. A másik dolog pedig az, hogy mi nagyon szerencsések vagyunk, a mi csapatunknak nagyon nagy szerepe van abban, hogy milyen stratégiai döntéseket hozunk. Én direkt a President of Basketball Operations-nek riportolok, tehát mi szinte naponta beszélünk, hogyha az irodában mondjuk, akkor minden nap beszélünk, hogyha meg ők utaznak, akkor is hetente többször, úgyhogy mindenképpen informálva vagyunk arról, hogy mi történik, és természetesen a mi analízisünk is részese a döntéseknek. Beszéltünk egy picit a scoutok segítéséről, amire kíváncsi lennék, hogy ez az old school, new school találkozása, ez mennyire okoz feszültséget? Van nekünk, illetve volt nekünk a Sport TV-ben egy MLB szakértőnk, aki most kiment dolgozni, és ő mesélt arról, hogy az MLB-ben előfordul az, hogy a scoutok és az analitikai csapat között az van egy ilyen érdekellentét, attól fél a scout, hogy az analitikus idővel elveszi a munkáját, vagy kimossa a munkájának az értékét. Ez érdekel, hogy mennyire van jelen, illetve az is, hogy ugye most éppen kevesebb veterán van inkább a csapatban, de hogy amikor ez az analitikai hullám elindult, hát szerintem nagyjából egy évtizede mondhatjuk, hogy ez lehet talán az a mérőszám, akkor vannak olyan játékosok, akik inkább elutasítók ezzel kapcsolatban, van, aki külön keres benneteket ezzel kapcsolatban, mert hogy ismeri ennek a fontosságát, mint ahogy az egyébként edzőknél is elhangzik időként nyilatkozatban, hogy take that for data, és aztán utána megy tovább a nyilatkozat. Szóval, hogy mennyire egységes az elfogadottsága az analitikának a csapaton belül a scoutokkal, illetve tudsz-e olyan példát, hogy van játékos, aki erre kifejezetten odafigyelés és keresi a társaságotokat, vagy a véleményeteket ezzel kapcsolatban, és van akinek meg, hogyha ilyen típusú analitikai alapú feedbacket kap, akkor azt rosszabbul veszi, mert hát a játékot azt játszani kell, nem számolgatni. Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem ez az ellentét, amit leírtál a scoutok és az analitika között, szerintem ez a Moneyballból jön, a filmben is nagyon jól el van túlozva, ahogy működik. Ennek ellenére természetesen mindig van egy feszültség a különböző nézőpontok közül. Nálunk szerencsére nagyon jól működik a dolog. Nálunk, aki az egyik asszisztent general managerünk, Matt Lloyd, aki a scoutingot vezeti nálunk, ő az egyik legjobb személyes barátom, tehát egy csomószor voltam a házukban vacsorázni, ők is jöttek hozzánk, tehát nagyon jól vagyunk, tehát arról a szentről teljesen jól működik a kapcsolat. És hát mind a ketten úgy látjuk, hogy az ő munkája segít engem, az én munkám segíti őt, vagy a mi munkánk segíti őt pontosabban, és
ugyanaz a célunk. Mi a legjobb döntést akarjuk meghozni a draft napján, vagy hogyha valakiért trade-elünk, vagy hogyha valakit szeretnénk igazolni. A különböző perspektívákat megbeszéljük, átvitatjuk, kinek mi az előnye, kinek milyen különböző ilyen, ezt nem tudom magyarul, blind spotjai vannak. Uh-huh. Vakfolt, igen, mik a gyenge területei. Amiket nem tudunk, a modelljeinknek milyen dolgai vannak, amiket nem veszünk figyelembe. Vannak dolgok, amiket az emberek sokkal jobban látnak, amit a scoutok sokkal jobban látnak. Vannak dolgok, amiket a komputerek sokkal jobban látnak. A nagy kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt összehozni, és a legjobb döntést meghozni ezek alapján. A másik kérdés az pedig a játékosokkal szemben. Persze, tehát ez egy spektrum. Vannak, akik nagyon nyitottak, vannak, akik megváltoztatták a játékukat ez alapján. Mondasz erre példát? Nick Vucevic az egyik legjobb példa erre. Ő a 5 évvel ezelőtt talán egyáltalán nem dobott hármasokat, vagy nagyon keveset. Most az egyik legjobb 3 pontos dobó, főleg a centerek között biztos, hogy a legjobb. Tehát ő és az ő karrierje teljesen megváltozott ezáltal, és természetesen az alapvető analitikai szabály, hogy a 3 nagyobb, mint 2, ez segített neki ebben, hogy legyen. Vagy például egy másik hasonló példa, mielőtt draftolták, tehát én még nem ismertem, de én akkor találkoztam Mo Bambával először egy analitikai konferencián, az MIT Sloan analitikai konferencián. Ő ott volt, és jött különböző előadásokra, és akart tanulni belőle, és tehát természetesen ezért is, vagy gondolom, hogy ez is részese annak, hogy ilyen jó 3 pontos dobó lett. Egy picit most átmennék ilyen HR interjúsba, mert a videóelemzőkről lehetett ezt régen hallani, de hogyha olvasok ilyen edzői profilt, néha én is azért használok angol szavakat, ott is azért annak a munkának azért úgy tűnik, hogy nem nagyon van vége, hanem abba hagyott, hogy aludjál. És ebből fakad a kérdés, hogy amikor ti nagyon sok esetben az üzemanyagot szolgáltatjátok ezeknek a hosszú éjszakáknak, hogy neked hogyan néz ki egy átlagos munkanapod, illetve mennyire megterhelő, mennyire stresszes, hogyan lehet ebből kihozni valamilyen élhető ilyen munkaélet egyensúlyt? Hát az attól függ, hogy kit kérdezel. Szerintem lehet, a feleségem szerintem máshogy gondolkodik róla. Igen, tehát vannak olyan pozíciók, ahol tényleg nagyon nehéz. Mondtad, a videószobában ott vannak ezek a horror sztorik, és igen, én is egy csomószor látom, hogy amikor én már hazamegyek a meccs után, a hazai meccseknek mondjuk vége van 9:30-kor, én olyan 10 óra körül, 10:30-kor hazamegyek, látom, hogy még ott dolgoznak, és másnap reggel, amikor jövök be, akkor még mindig ott vannak, tehát előfordul néha ilyen, vannak olyan pozíciók. Szerencsére nálunk nem úgy van, tehát persze nem 40 órás munkahét azért, de én úgy gondolom, hogy tudatosan próbálok úgy működni, hogy ne legyenek nagyobb kiégések. Stressz, igen, vannak stresszes időszakok, főleg ugye, ahogy az NBA naptár föl van állítva, hogy a döntéshozásnak megvan a pontos ideje, hogy mikorra kell, hogy meglegyen, úgyhogy azok a hetek, a draft, a free agency, a trade deadline, azok stresszesek szoktak lenni, de ilyenkor próbálom emlékeztetni magam, hogy mi igazából csak egy játékot játszunk, és azért stresszes, mert hogy ennyire nyilvános, de hogyha ha hibázunk is, akkor is olyan nagy tragédia a világban nem fog történni. Ugye Magyarországról van egy ilyen kicsit ilyen rózsaszín kép az Egyesült Államokkal kapcsolatban, miközben azért HR fronton az egy eléggé cudarvilág a magyar munkajogi törvényekhez képest sok szempontból, például ilyen szabadságok tekintetében, tehát például neked egy évben hány ilyen hivatalos szabad nap van, amit kivehetsz, és ez változik-e azért, mert az Orlando Magicnél dolgozol, és mit tudom én, a draft és a Summer League között van egy-két, nem tudom, talán lazább hónap, amikor már a free agentek megvannak, szóval van-e nyáron valamennyi lazítás, vagy ugyanannyi szabad nappal dolgozol, mint egy átlag ember, és hogyha ez igen, akkor ez hogyan jön ki egy évre?
megmondom, hogy az nem mindig teljesen tiszta, hogy is működik ez a dolog. És annyit mondanék, hogy annak, hogy kinek mennyi szabadsága van, az a munkáltatótól függ. Tehát nincsen állami szabályozás arra, hogy mennyi szabad nap jár, vagy ilyesmi, hanem a munkáltató szabályozza. Nagyon sokszor ez növekszik az alapján, hogy mennyi ideje vagy a cégnél. Általában 2 héttel szoktak kezdeni, és akkor ez valamennyire növekszik. De a 2 hét az 10 nap, tehát 10 munkanap? Igen. Nálunk ez valamennyivel jobb a helyzet, tehát nálunk azt hiszem, hogy 18 nappal kezdenek a Magicnél, és akkor utána ez innen megy fölfelé. De természetesen megint az NBA kalendárium, vagy az NBA naptár határozza meg azt, hogy mennyit lehet igazából kivenni. Ugye általában szerencsénk van, hogy valamennyi időt ki tudunk venni nyáron, 1 vagy 2 hetet talán, és akkor a másik dolog, egy gyors szabadságot szoktunk a trade deadline után van általában az All-Star hétvége, és akkor azt a, mit tudom én, péntektől keddig, vagy csütörtöktől szerdáig, vagy valami ilyesmit, az szokott lenni a szabadság. De egyébként nektek hétvégén kell dolgozni? Én általában beszoktam menni hétvégenként az edzésekre, de tehát nem egész napra, tehát az edzésekre, akkor maradok 1-2 órát, hogyha még valamit kell csinálni, meg hát természetesen a meccseken ott vagyunk, hogyha hétvégén van a meccs, akkor én általában egy olyan 3 órával a meccs kezdés előtt szoktam bemenni. Honnan nézed egyébként a meccseket? A mi csapatunknak van egy ilyen kis boxa, és akkor abban vagyunk. De akkor élőben, tehát kvázi nem szobában monitorról, hanem élőben nézitek a pályát, ahogy történnek az események. Ha? Igen. Van olyan játékos, ez már a Patreon támogatóktól érkező kérdés, van olyan játékos, akár nálatok, akár az NBA-ben, akiről nagyon ritkán beszélnek, de az analitikai eszközeitek alapján ti sokkal értékesebbnek tartjátok. Tehát ilyen csiszolatlan gyémánt, amit egyébként mit megosztasz, és nem tartasz attól, hogy levadásszák. Tehát, hogy van-e ilyen, akár a statisztikus, nem tudom, nem mondom azt, hogy Facebook csoport, mert tudom, hogy Facebookon nem túlságosan gyakran fordulsz elő, mert először ott pingeltelek meg, és nem sikerült, hogy tehát aki ilyen statisztikusi körben egy ilyen nyilvánvaló libling, hogy nem látják az igazi emberek, vagy a laikusok nem látják az a valós értékét. Persze. Én azt gondolom, hogy az egyik nagy érték, és csak hogy tisztában legyünk mindennel, én mint egy NBA csapatnak az alkalmazottja nem beszélhetek nyilvánosan más csapatok játékosairól, meg egyébként is, ha tudnék, akkor se szeretném elmondani a különböző érdekes dolgokat, de általánosságban azt elmondhatom, hogy én 2 dolgot figyeltem meg. Az egyik dolog, amiben úgy gondolom, hogy az analitika nagyon sokat segített, az, hogy mi előbb vesszük észre azt, hogy valaki jó játékos, mint a szabad szemmel észrevehető. Ez az egyik dolog. A másik dolog, meg azt gondolom, hogy nagyon sokszor nehéz azt megítélni, hogy ki mennyire segít a védekező oldalon. Tehát nincsenek annyira jó nyilvános statisztikák, amit a nézők meg tudnak. Tehát én azt gondolom, hogy a jól védekező játékosok általánosságban ők alul vannak értékelve ahhoz képest, hogy mennyire segítenek a csapatoknak a meccsek nyerésében. Ez szerintem tök hasznos válasz volt így nevek nélkül is. Ez viszont csak a ti csapatotokra vonatkozik, hogy van az elmúlt évekből olyan nagy fogás, amire büszke vagy, amiért megdicsérték a csapatotokat, amikor ti ástatok velő valami olyan adatot, ami után egyértelműen magatoknak tulajdoníthattatok egy sikert? Ugrik be ilyen eset az elmúlt évekből? Persze, de tudod, tehát ahogy mondtam, a döntéshozás az egy nálunk nagyon ilyen kollaboratív folyamat, tehát valaki elkezd valamit, mi fölhozunk egy pár nevet, akkor azokat utána
a scoutok megnézik, ők elmondják a véleményüket, és amikor mindenki egyetért, általában azokat a játékosokat célozzuk meg különböző dolgokra. Tehát persze vannak olyan nevek, akiket mi hoztunk fel az elmúlt draftokkal kapcsolatban, és draftoltuk őket, és az nagyon nagy élmény, amikor valaki a draftunk, akit mi sokkal előrébb jelzünk, mint a mock drafts, meg ilyesmi. De megint, tehát nem tudok egy olyan dolgot sem mondani, hogy tessék, az Analytics ezt mondta, és ezért csináltuk ezt. Ez sokkal kollaboratívabbak a döntéshozási lépéseink. A kosárlabda analitika meg statisztika egyik ilyen örök küldetése, questje megtalálni azt az egy mérő számot, amire, hogyha ránézek, akkor el tudom dönteni, hogy a játékos milyen, és hogy ez az elmúlt években ebből kismillió született a PER-tól, a Winsharen keresztül, a Real Plus Minus, a LeBron, a Raptor, van belőle kismillió. Hát nálad kevesen vannak ebben a témában jobban. Ha nekem személy szerint kellene tanácsadat adni, hogy figyelj, ha csak egy számot tudsz valakiről megnézni, akkor melyik legyen az, akkor te melyikben hiszel egyébként ezek közül a leginkább, melyik bizonyult a legmegbízhatóbb általános mérőszámnak. Tudom, hogy szemétkérdés, de egyébként meg annyi ilyen egyszámos mutató van, hogy hát ha segítesz egy picit tisztítani a képet. Ez egy nagyon jó kérdés, természetesen, és megint próbálok valamennyire hasznos választ adni, anélkül, hogy mondanék egy metriket. Az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy az elmúlt években nagyon jó munkát végeznek nagyon sokan a public szférában, és egy csomó dolgot lehet belőlük tanulni. Mint minden egyes egy metrikkel, vagy nem is tudom, hogy mi ennek a jó megfelelője, mindegyiknek vannak előnyei és hátrányai. Én általában azt gondolom, hogy azok a mérőszámok, amik magukba foglalnak minél többféle adatot, általában jobbak lesznek. Tehát én próbálok kevesebbet fokuszálni olyanokra, amik csak a box score dolgokat veszik figyelembe. Tehát sokkal jobban azok, amikben ez az adjusted plus minus framework van, azok értékesebbek, és persze azok, amik tudnak valamennyire a tracking datából is valamit magukba rakni, azoknak megint lesz több dolga. De én általában az ilyen kérdésekre azt szoktam válaszolni, hogy az összeset meg kell nézni, és megnézni, hogy hol vannak a különbségek. Tehát, hogyha most felsoroltam, nem tudom, ötöt, akkor mondjuk van egy-kettő, ami lehet, hogy már annyira sikeres, vagy nem annyira prediktív arról, hogy mi is fog történni, amik mondom, csak inkább a boxscore-ra épülnek, de a többit felsorakoztatni, a hármat egymás mellé, mik azok, amikben egyetértenek, mik azok, amikben különbözőek, és én azt gondolom, hogy abból viszonylag jó képet lehet találni a játékosokról. Amikor elkezdtünk beszélgetni, még azt hittem, hogy ez egy érdekesebb kérdés lesz, de most azért megkérdezem, mert látom, hogy milyen szinten folysz bele a csapat napjaiba, hogy konkrétan a stábbal és a játékosokkal a viszonyod azért azt gondolom az alapján, amit meséltél, meglehetősen szorosnak mondható. Igen, tehát nagy szerencsénk van, most az elmúlt időszakban már egy stabil stáb vesz körül, úgyhogy ez az idő mindenkinek megadta a lehetőséget, hogy jó kapcsolatokat építsünk ki. Én nagyon szeretek az edzői stábunkkal együtt dolgozni, a front office-unkkal, úgyhogy jó a kapcsolat. Persze az elmúlt év ugye nehézségeket okozott mindenkinek, de annak ellenére azt gondolom, hogy jól működnek nálunk a dolgok ebből a szempontból. Tehát van olyan játékos, akivel olyan viszonyban vagy, hogy amikor elcserélik, akkor dob egy SMS-t, vagy megcsörget, vagy személyesen elbúcsúzik? Tehát, hogy azért így egy lépéssel talán közelebb vagytok egymáshoz? Az az igazság, hogy igen, ez egy eléggé emocionális búcsú volt. A több játékosunk ugye 6-7-8 éve itt volt nálunk, úgyhogy ez egy elég nehéz búcsú volt, és persze elköszöntünk egymástól, amikor ez történt, de a,
Az az igazság az, hogy én azt gondolom, hogy nekem sokkal szorosabb a kapcsolatom az edzői stábbal, mint a játékosokkal. Ugye elmondtad azt, hogy más csapatok játékosaira, munkájára nem szeretnél, vagy nem szabad igazából nem kommentálni. Ezért egy picit átfogalmaztam ezt a kérdésemet. Hova helyeznéd? Mondtad, hogy nálatok nagyobb csapat van az analitikán, mint mondjuk az NBA-ben megszokott. Te hova helyeznéd magatokat az NBA Analytics Power Rankingjében az alapján, amit látsz a piacon? Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Tudod, azért nehéz rá válaszolni, mert mindenki próbálja védeni azt, amit csinál, és próbálja ezt előnynek megtartani. Az alapján, hogy kinek hány fős csapata van, az alapján, hogy kinek milyen büdzséje van, vagy milyen fajta kérdéseket, vagy esetleg más cégektől, akiktől veszünk valami adatot, ezektől halljuk. Tehát azt gondolom, hogy ezek alapján a jobbak között vagyunk mindenképpen, hogy ez most hol van pontosan, azt nem tudnám megmondani. Az Analytics playoffban nem kéne play-int játszani a Magicnek. Stabilan bent lenne. Remélem, hogy nem. Az utolsó kérdésem arra vonatkozna, hogy hát ugye elképesztő az adatmennyiség, elképesztő az a technológiai innováció, ami az adatgyűjtést forradalmasítja akár évről évre. És ami engem érdekelne, hogy mit láttok annak a következő big boomnak technológiai adatgyűjtési szempontból, amit már lehet, hogy használtok és nagyon örültök neki, vagy már nem, de nagyon rajta van a radaron, és a következő években forradalmasíthatja a kosárlabda analitikát? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Vannak olyan dolgok, amiken gondolkozunk, és azt gondolom, hogy a következő időszakban jó dolgok lesznek, ezt megtartanám magamnak, viszont amit elmondhatok, ami számunkra nagyon jó, és ez is egy dolog, amiért azt gondolom, hogy a jobbak között vagyunk. Mi vagyunk az egyetlen csapat, akiknek egy exkluzív kapcsolatunk van a Stats Perform nevű céggel, akiknek van egy úgynevezett RO Stats termékük, amit együtt fejlesztettünk ki. Ez úgy működik, hogy a tévéközvetítés videóját használjuk, és a tévéközvetítés videójáról computer vision technológiával tracking datát készítünk végül is. Tehát az azt jelenti, hogy nincs szükség a kamerákra, és akármilyen meccsről kaphatunk tracking datát, és az elmúlt két évben ugye ezt mi használtuk a draft választásunknál, és ez egy hatalmas, mint pénzügyi befektetés, mint emberi erőforrás befektetés volt a részünkről, hogy ilyen adatot kapjunk a különböző draft prospektekről. Ugye itt a laikusok is értsék, arról van szó, hogy miközben az NBA karénák be vannak kamerázva, az egyetemi csarnokok nem minden esetben, sőt, vagy ha igen, akkor nincs egy ilyen összefüggő rendszer, és kvázi ti az NCAA-i közvetítésekből ahhoz hasonló adatot tudtok kinyerni, mint amivel nap mint nap dolgoztok az NBA-ben. Pontosan. És ez azt gondolom, hogy egy sokkal jobban segít abban, hogy megértsük azt, hogy ki az, akiből jó NBA játékos lesz. Te játszottál egyébként hobbi szintnél komolyabban bármikor, még Magyarországon? Egy évet, vagy egy szezont játszottam a közgazdászok csapatában. De... Az ászok az ott külön ki volt emelve? Igen. Szép. De azt hiszem, hogy kettő pont volt az átlagom. És kint szoktál játszani? Amikor voltam kint tavaly előtt Bostonban, és egy, hát, ha nem is gyerekkori, de tinédzser barátom a Harvardon dolgozik az IT részlegen, és ott belecsöppentem egy ilyen pick-up game-be, amit hetente kétszer nyomnak. Nálatok van esetleg valamilyen, amiben részt veszel? Nálunk is vannak ilyenek a munkahelyen természetesen. Én nekem az egyik oka, amiért nem kóksoroztam komolyabban, az egy ACL sérülés volt, úgyhogy én csak olyan sportokban veszek részt, ahol nem kell irányt váltani. Úgyhogy próbálom egészségesen tartani magam.
Azt meséltem neked, még mielőtt elkezdődött az interjú, mutattam az Orlandós pólómat, meg meséltem a Penny Hardaway irányában a rajongásomat. Neked van all-time kedvenced? Hát amikor én elkezdtem az NBA-t követni, az a Michael Jordan era volt, úgyhogy én őket követtem nagyon sokáig, és az időszak volt, amikor megszületett ez a kapcsolat, ez a szerelem az NBA-vel kapcsolatban, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő az a csapat, az, ami miatt én elkezdtem, és ahogy mondtam, nagyon jó kapcsolatban vagyok Matt Lloyd-dal, aki nálunk az egyik assistant GM, ő előtt a Chicago-nál dolgozott, és ilyen nagyon entry-level szinten részese volt azoknak a bajnok csapatoknak, úgyhogy szeretek vele azokról a régi dolgokról beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm a rám szánt idődet, nagyon remélem, hogy ez a rebuild, ez viszonylagosan gyorsan átfordul a termékeny időszakba, és a következő szezontól a Magic a playoff állandó résztvevője lesz, emiatt neked hosszabbak lesznek majd a munkaóráid, a feleségettől ezúton is elnézést kérünk, és nagyon sok sikert kívánok, és borzasztóan örülök, hogy tudtunk beszélni, remélem, hogy te is jól érezted magad. Nagyon köszönöm, igen, nagyon jók voltak a kérdések, és örülök, az igazság, hogy nem is tudtam, hogy ilyen komoly rajongói bázis létezik Magyarországon, úgyhogy nagyon jó volt veled beszélni, és egy kicsit többet megtudni arról, hogy mit csináltok. Köszönöm szépen!